vezettől az áldán. Hol csak nekem szól, hol adok vizet, hol adok kivancsót ezután. Ságtól eltart a földet alapján, kiadott teret itt, kiadott időn túl. Oh, hey!
szeretem a neve. Egy korai dalszövegből ered, melynek a címe Sötétség hercege. Bár a szöveg az sokkal korábban megvolt, mint maga a dal, és ebben van egy sor, hogy késsel a kézzel állok az Isten által mögött. És elég volt ránézni, és minden más, amit előtte gondoltunk, az elvetődött. Tehát így akartunk arra figyelni, hogy ne legyen belünk is olyan zenekar, hogy magyarul énekelünk, ellenben angol nevünk van. Ez olyan furcsa nekem, de meg anyámnak is tök furcsa. Úgyhogy emiatt így koncentráltunk, be voltunk határól, hiszen csak magyar szavakat használhattunk. És ez jó három szónak tűnt.
nyilván az összes dalszöveg egy pillanatnyi dolgot tükröz, ami abban a pillanatban zajlik, és képes is kijönni. Nyilván azért az általánosítható, hogyha az ember azt mondja a saját szövegeire, hogy ezek szerelmes dalok, akkor az nem véletlenül van így, tehát valóban ez ihleti, vagy legalábbis ez foglalkoztat akkoriban, abban az időszakban. De éppen miatt egy folyamat, tehát nem lehet így egyben, vagy pontosan, hogy egyben lehet tekinteni az egészet, akár a három lemezt is. Hiszen nyilvánvalóan, hogyha mindenki így írná le a szövegét, vagy a gondolatait, akkor valószínűleg hasonló dolgok jönnek ki, legalábbis értelmi szinten, hogy az ember hogy követi le a saját úgymond fejlődését, vagy értelmi, meg érzelmi hozzáállását a dolgokhoz. De ez mind egy utólagos magyarázat, hiszen a születésnél mindez nem számít, legalábbis nem úgy számít, ahogy most beszélek róla, hanem csak abban számít, hogy abban a pillanatban milyen ember vagyok ezektől a gondolatoktól. És akkor ugye a technikai rész, ami az egészet megcsavarja, hogy a zsemmeléseknél, amiről ugye korábban beszéltünk, arra vonatkozik az ének is. Tehát az ének is egy zsemmelés alapján jön elő. Tehát kialakul halandzsában egy bizonyos szótagszám dallammenetre. És akkor ugye az annyira belemegy a fejembe, hogy arra már, tehát az már egy ilyen biztos alapként van a fejemben. Némen eltűnő félig rendhagyó makacság lesz majd támaszó. Közeli rokoni viszonyulásban a józan észre. We'll be right back.
egyedi lesz a basszusgitárosunk ma. A Lacika szerintem ma dobolni fog. A Csabi már nem annyira érdekes, de azért még mindig kezeli a szintetizátort a gitárja mellett. Sőt, előfordul olyan is, hogy a gitárra fogja le a hangot, hogy tudjon gitározni. Ezt majd mindenki figyelje meg. Én énekelni fogok és gitározni. És a Page haverunk feljön majd dobolni egy számban a Jósolni Bélből című opuszt. Az ő segítségével adjuk elő mindig, mert hogy a Lacika imád kijönni a dobok mögül és szétszintízni a dalt. Nem, megoldhatok volna a loopról is, de az annyira gagyi lett volna. És akkor gyakorolt a Page? A Page egy jó dobos, és elég, hogyha eljön ki próbára a koncert előtt, és elnyomja azt, amit így kell. Más meglepetés csak az, amit majd a közönség okoz nekünk.
Köszönjük, közönség, köszönjük, Pécs, Csabi, jó, Peti, nagyon nagy. Köszi az Isten. Ezért azt nem mondom, hogy valóban így zajlik az összes próba, hogy nem megyünk bedugni a gitárt, és elkezdünk játszani az első másodpercre, és akkor jammer, és azért mindenkinek vannak témái. De az, hogy ez hogy áll össze így, az mindenképpen egy közös, miközben pillanatnyi közös munkának az eredménye. Amit utána csiszolgatunk rendesen. Mert nem csak művészek vagyunk, hanem mesterek is.
Célom szerint nyilván nagyon szívesen élném úgy az életem, hogy a zenekar tart el. Nem lenne ellene kifogásom. Sőt, hogyha tudnék erre a receptet, akár olyan szinten, hogy milyen zenét kell ahhoz írni, és erre érezném magamban a tehetséget, hogy erre képes legyek, és tudjak olyan dalt írni, amiből pénzt lehet csinálni, akkor hol írjam alá? Ez lenne a kérdés. De a másik része az, hogy az Isten által megjött, ezzel próbálkozunk. Tehát nyilván tudjuk, hogy melyek azok a dalok, amelyek kevésbé, illetve melyek azok, amelyek inkább egy szélesebb körhöz tudnak szólni. Tudatosan nem építjük le ezt, viszont tudatosan nem is építjük. Viszont nagyon élvezzük, hogy képesek vagyunk lassan talán olyan dalokat írni, ami szélesebb. Egyszerűen befogadhatóbb. Persze ez kell azért a közízlés is, illetve egy jó időpont. Úgyhogy bízunk a szerencsénkben, nem adjuk fel, nincs végzet, csak ha magad is bevégzed.